Eddig arról volt szó, hogy finn húszok, és arról már elég sokat mondtam. De azt még nem említettem meg, pedig még érdemes róla beszélni, hogy ez a két kvinkungsz, ez egyidejűleg két jod. Nem tudom, hogy ezt a fogalmat ismerik-e. A jod származására egy kabalából származó héber szó, és gyakorlatilag nem ez a lényege, hanem az, hogy a hatása miatt, amelyet ugye az évezetek során felismertek az asztrológusok, elkeresztelték az Isten ujjának. Vagyis messze kiemelkedő szerepet tulajdonítanak neki, nem egyszerűen egy dupla kvinkungsz jelenik meg, hanem egy jod. Na hát akkor beszéljünk róla, mi az, hogy jod? Az egy olyan konfiguráció, amely úgy szimmetrikus, hogy áll egy kvinkungszból, meg még egy kvinkungszból, és a kettőt összekötő szextilből. Na már most ebből ugye ellentétes erők egymásnak esése származik. A kvinkungsz egyértelműen rossz, higgyék el, hogy nem oktató fényszög, ugye, hanem katasztrófa csináló fényszög. De ugyanakkor benne van a pozitív elem is a szextil képében. Mindenképpen egy óriási erő egymásnak feszülését mutatja, és ugye a jodnál meg szoktuk nevezni, ezt a csúcspontot látják, hogy kielősítettem az eredeti rajzon, ezt nevezzük hatáspontnak. És ugye azért érdekes nagyon ez a jod, ez, amit itt mutogattam az előbb, mert ez a hatáspont jelöli ki az asszendenst. Tehát még sokkal nagyobb ereje van ennek a konstellációnak, mintha egyszerűen csak két kvinkungszról lenne szó. És ugyanez igaz a másikra is. Nézzük csak meg. Ugye ez is ki van ott erősítve, ez pedig a fekete holdra mutat. Tehát itt a fekete holdnak az előbb ugye még szerep nélküli eltévedt máránynak, amelyek legelészett ugye a mezőn, ennek egyszerre primordiális szerepe lesz, döntő szerepe lesz. És az előző magyarázatommal én igyekszem neki egy optimista kicsengést adni, és azt mondom, hogy a fekete holdnak ez az a fajtája, amely igaz, hogy időben eltolva, de végül is a katasztrófából való kilábalást, kimászást jelképezheti. Észrevettem azt, hogy nem két ilyen sorsdöntő jod van ebben a horoszkópban, hanem három. Csak az a harmadik, az valahogy nem ugrott ki olyan világosan. Nézzük meg ezt a pontot. Ez ugye a katasztrófának a tengelye, az aszcendens-deszcendens tengelye. Ikre 9. Nézzük meg, hogy hol van ennek a 150 fokos pontja. Ugye? Ha minden jól megy itt, látjuk ezt. Tehát ez a köztársaság MC-je. A köztársaság MC-je. És ennek a másik pontja a köztársaság aszcendense. Jól mondom? Vagy nem jól mondom? Tehát kijött egy olyan jod, ami mindegyiknél sokat mondóbb és fontosabb, mert a köztársaság lényegét jelzi ezen a ponton. Mi is volt ezen a ponton? Hát egyrészt valakinek ugye a napja, nem politizálok, de ott van a napja, ezzel nem lehet vitatkozni. Aki jelen pillanatban ugye az országunkat képviseli a legmagasabb fokon. És van még egy összefüggés, és ez az, amiről beszéltem korábban, hogy a jövőre is vetít összefüggést ez a kolontári katasztrófa. Az én megítélésem szerint ez egy jelzés, ez a katasztrófa.
egy jelzés, amely figyelemfelhívó, amely az egész ország és az egész magyar lakosság részére tulajdonképpen egy spirituális felkiáltójel, egy figyelmeztetés. Mégpedig azért, mert hogyha elővesszük az efemeridát, és ugyancsak az internetről, de sok egyéb forrásból is tudjuk azt, hogy elterjedt egy mendemonda, egy híresztelés, hogy 2012. december 21-én, vagyis ugye a téli napforduló napján, amikor a maják hite szerint azon a napon, meg a szemben lévő napon, tavaszi napforduló napján, megnyílik az összekötetés a fent és a lent között. Ez az a nap, amelynek a legnagyobb jelentőséget tulajdonítják ezotérikusan, spirituálisan, és ez az a nap, amelyen a maja naptár, amelyet hallatlan pontossággal napról napra vezettek a maják, megszűnik. Ott a vége. 21-én és 22-éről már nem szól, meg 23-áról, és semmiről sem szól ezután. Na hát természetes, hogy elterjedt az egész világon az, hogy ez a világ vége napja. Én magam már több ilyen világ vége napját megvizsgáltam. Érdekesek voltak. Ilyen volt a középkorban az ezredik év. Krisztus után 1000. Az emberek a falukból kimentek a szántóföldekre, mindenki elment olyan helyre, ahol úgy érezte, hogy biztonságban van, jobban, mint a rozok a háza alatt, mert mindent elképzeltek, hogy majd földrengés, majd égzengés, majd villámok, majd mit tudom én, mi mindenek potyognak az égből, vér, eső, és így tovább. Ott aludtak a szántóföldön, biztos, hogy nem volt nekik túlságosan kellemes éjszakájuk, aztán másnap fölébredtek, és nem volt semmi, és hazamentek. Tehát nem egy ilyen van, hanem elég sok. A középkor során nem egy ilyet jegyeztek fel. Most megint van egy ilyen legenda, hogy világ vége. Az ember olvassa a Nostradamust, én eredeti ófranciába is olvasom, meg vannak kötetekben a fordítások is, van egy magyar fordítás, amin halálra röhögöm magam mindig, mert olyan pocsék, olyan rossz, nem tud franciául az illető, de lefordította. És van egy kitűnő magyar fordítás is, hát hozzá lehet jutni, ki van a könyvpiacon. De ha már az ember asztrológus, és észrevesz egy ilyen összefüggést, azért csak kinyitja az efemeridát, hogy mi látszik itt 2012. december 21-én. És mit gondolnak, hogy mi az első, amit az ember felfedez? De szép lenne, ha látna. Hát az első, amit az ember felfedez, az az, hogy mit gondolnak, hol áll a Plutó. Már mondtuk, itt. És mi van még egyébként ebben az efemeridában ezen a napon? Furcsa módon valami áll, az ikreknek a 9. fokán. Mit gondolnak, hogy mi áll ott? A Jupiter. Aztán valami még áll, a Skorpió 9. fokán. Ott. És mit gondolnak, mi áll ott? Valaki mondott valamit? A Szaturnusz. Bizony. Az egyik, ugye itt éri el a főtengelyt, a másik viszont a katasztrófa tengelyében áll. És a katasztrófa tengelyén kívül ugye a másik főtengelyen áll. Vagyis össze vagyunk kötve
azzal a katasztrófával, ami be van zengve 2012. december 21-ére. Nagyon össze vagyunk kötve. Mert ugye az a harmadik, hogy hívják, az a harmadik jod, az ezen a főtengelyen, ezen a katasztrófa tengelyen, ezért mondom, hogy ez az előjelzés ahhoz, ugye, és a másik, a köztársaság másik főtengelyén támaszkodik. Hát ezen el lehet alaposan mélázni. Én változatlanul ugye hajlok arra, hogy ne higgyek egy világvége katasztrófában 2012. decemberében, de azért ettől nem lehet eltekinteni. Mert ez a jó, ez háborzongató. A köztársaság az tulajdonképpen nem a fizikai Magyarország, az nem a 10 millió, vagy akkor már csak 9 millió körüli magyar lakosság, hál' Istennek, hanem az a köztársaság. Ez a köztársaság, amely ugye megszületett 89. október 23-án, és nem volt, úgy látszik, azon a környéken egyetlen asztrológus se, mert különben nem az 56-os katasztrófa kitörésének a napjára tették volna, csak azért, mert milyen jól mutat, ugye egy következő hosszú periódusnak a születésnapját. Ennél nagyobb összmességet ugye nehéz elképzelni. De hát ez történt. Akkor kiáltották ki, és a sorsa azzal a nappal tulajdonképpen megpecsételődött, és ezzel a joddal pedig én mélyen el fogok még ezen gondolkozni, és hát még sok-sok kísérletet fogok tenni arra, hogy kiderítsem, hogy ez megint csak egy hoax, ugye egy szélhámosságszerű feltételezés, vagy annál valamivel több. Tessék, Valós. Elképzelhető, hogy 2012. december 21-én bekövetkezne egy ilyen háromnapos sötétség, amiről én sokat hallottam már. Nézze, a világon mindenfélét hallani. Nem én vagyok az egyetlen asztrológus biztos, aki ezt észrevette. Feltételezem, miután nagyon sok asztrológus van, valaki más is egész biztos észrevette. Ez az egyik dolog, az asztrológiája a dolognak. A másik az, hogy vannak, akik mélyen hisznek a majáknak a tudásában, ami földön kívüli eredetű, mondják, mert hát honnan a feléből tudta volna egy ilyen primitív nép a naptárait így másodperccel, vagy még annál is pontosabban kiszámítani. Tehát kellett, hogy ott legyen valami régi tudás. Ugye mi a legnagyobb bajban vagyunk, mert a diadalmas Nagy Sándor, ugye mindig a hadvezéreket dicsérjük, és őket, őrájuk emlékezünk, és a diadalokra is így tovább. Hát ez a barátságos Nagy Sándor ugye Alexandriában felégette az ottani könyvtárat, és ez az alexandriai könyvtár gyűjtötte össze az antik világ, a régi világ minden tudományát és bölcsességét, beleértve a piramisok tudományát, az egyiptomi papok tudományát, és így tovább, minden ott volt összegyűjtve, és ugye ez lelkesen beledobott, ugye valami fát jártottam valami közé, és elégett az egész könyvtár mindenestül. Úgyhogy nem tudjuk. A régiek sokkal többet tudtak, mint mi, az állócsillagokról feltétlenül, mert a régi emlékek, a piramisok, a távol-keleten pedig a legkülönbözőbb masztabák és egyéb dolgok, ezek mind égitestekre vannak tájolva, mind reprezentálják ugye a napfordulóknak a jelentőségét azzal, hogy például a Stonehenge is ugye be van állítva a napfordulóra. Tudnék még mondani, hogyha eszembe jutna egy csomó más olyan műemléket, amely a napfordulók napállására van belőve, és akkor esik oda, ugye főleg a dél-amerikai piramisoknál vannak ezek a kőbevésett műszerek. Úgy van beállítva, hogy a napsugár azon a napon, a napforduló napján, általában délben, pont abban, azon a tengelyen van, arra az irányra mutat. De hát ezek elpusztultak, ezek a tudások. Úgyhogy hát sok-sok kutatónak össze kell rakni még az energiáját, van még két év nagyjából, és hát valamit ki kell deríteni, hogy mégis ez mi lehet. Aztán van még egy remény, de ez túl ezotérikus, ezzel nem akarom mondjuk a tudományt bejáratni,
hogy hát, ha valakinek ők valahonnan kívülről azért még küld majd egy üzenetet, vagy szól, ugye, hogy itt valami készül, hiszen elterjedtek azok a hírek is, hogy a Föld pólusai fognak hirtelen fölcserélődni, amire állítólag a múltban már volt példa, és ez olyan földrengéseket, olyan katasztrófákat tud generálni, amit a lakosság nagy része elpusztul. Hát szóval ez mind a levegőben van, ez a sok lehetőség. Hát azt hiszem, hogy ennek a témának ezzel a végére jártunk, és egyetlen egy kérdésem. Szeretném mondani, hogy nagyon tetszett nekem az egész előadás, és én előzőleg, mikor voltál olyan kedves és mondtad, hogy megnézed, erről tartasz előadást, megnéztem, mert arra gondoltam, hogy ha egy ilyen katasztrófa van, annak mutatkoznia kell a Szolárba is és a Dunárba is. Nagyon érdekes tényleg. Hát sajnos ugye az idő az mindennek határt szab. Erről a témáról is lehetne még tovább beszélni, de tulajdonképpen az az érzésem, hogy ezzel az utolsó jodnak a vizsgálatával ez azért egy kerek egész. És hát akkor mondjuk azt, hogy a további anyagot, amit hoztam magammal, és ami mind nagyon érdekes lenne valószínűleg, azt egy következő alkalommal fogjuk műsorra tűzni. És most nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.